Kincső, tegnap fáradtságra panaszkodtatok, erre ebből lett egy gyönyörű ezüstérem, hogy csináltátok? Hát nem is fizikailag voltunk annyira fáradtak, mint hogy egy kicsit úgy fejben nem találtuk a helyünket. Most viszont nekem azért pozitív ez a 200-on elért második helyezés, mert úgy érzem, hogy ezt bele tudjuk rakni az 500-ba, és pont ez volt most az Európa-bajnokságon a gyengeségünk az első fele a távnak, úgyhogy szerintem most erre fogunk építkezni. Mennyit segít az a lelki építkezésben, Virág, hogy az ukránokat most legyőztétek? Így van, most ennek nagyon örülünk. Azt gondoltuk, hogy sokkal erősebbek és sokkal gyorsabbak az 500 méter alapján, de ezek szerint ők is verhetők, úgyhogy ennek megfelelően fogunk majd készülni.